Jó estét kívánok! Az a hír, hogy Székesfehérvár öttusa világversenyt rendez, ez hát körülbelül akkora hírértékkel bír, mint hogy nyáron meleg van, most ezekben a napokban különösen tapasztalhattuk, hogy ez így van, és hát gyakorlatilag majdnem ilyen evidens az, hogy Székesfehérváron az öttusában minden évben, vagy legalább majdnem minden évben rendeznek egy nagyon rangos világversenyt. Idén ismét egy világbajnokságot láthatunk vendégül, mégpedig a juniorok világbajnokságát, ami már egy kicsit azért közel van ahhoz, amit a felnőttek tudnak, hiszen itt olyan versenyzők szerepelnek, akik lehet, hogy már következő évben, vagy akár már eddig is versenyeztek a felnőttek között. És hát nekünk lehetnek nagyon szép emlékeink a székesfehérvári, akár junior világbajnokságokról is, különösen, hogyha hozzáteszem, hogy a Bregyó Közi Sportcentrumban lesz ezúttal a versenyek központi színhelye, mert ugyanaz egy másik, egy régebbi Bregyó volt, de hát én emlékszem arra a junior világversenyre, amelyen például Vörös Zsuzsa akkor még fiatal titánként gyakorlatilag először tette le a névjegyét a nemzetközi mezőnyben, és biztos ő maga is emlékszik rá, mert hogy itt van velünk a stúdióban. Szia Zsuzsa, szóval az a Bregyó még nem ez a szépen felújított Bregyó volt, de nyilván futni itt akkor is nagyon nehéz volt, és hát itt futott át célba. Mikor volt ez? 90? Hát köszöntök mindenkit, igen. Nem most volt, 97-ben volt, és nagy élmény volt, volna. Igen, nagyon-nagyon élmény volt. Gyakorlatilag ugye már akkoriban is azt mondogattuk, hogy magától értetődik, hogy Fehérváron rendeznek versenyt, hiszen az Alba Volán már akkor is a magyar öttusasport egyik legerősebb bázisa volt, de mégis jó volt hozzászokni, hogy jön a világelit. Neked milyen emlékeid vannak fehérvári világversenyekről? Hát volt azért néhány, ahol szerencsére szép sikereket arattál. Igen, nem csak én, hála égnek, hanem azért a többi magyar is helytállt itt ezeken a fehérvári versenyeken. Leginkább ugye a női világkupa volt az, aminek Székesfehérvár, illetve az Alba Volán helyet és helyszínt adott. De hát 2008-2009 tájékán, amikor egybe lett a hivatalosan is egy versenyé tették lényegében a férfi-női versenyeket, nem lehetett egy-egy versenyt így szétszedni. Onnantól kezdve lényegében változott a helyszín, és Székesfehérvár csak idézőjelbe azért EB-ket, VB-ket kap. Hát volt itt ugye azért Európa bajnokság is, amelyet sikerült megnyerned, voltak tényleg ezek a világkupák, világbajnokságok. Nem tudom, van-e még egyáltalán bármiféle nosztalgia benned, mert hiszen most nyilván majd a jövő héten kezdődő junior világbajnokságról beszélgetünk, de hát ha már itt vagy, akkor az megkerülhetetlen kérdés, hogy milyen most nézni a fiatal versenyzőket, amilyen te is voltál, nem is olyan régen. Hát mindenképpen nagy élmény, éppen egy 4 napos versenyről jövök, hiszen most is a Volán területén volt egy 2 tusa, illetve egy 3 tusa egyéni csapat és váltó verseny. Nagyon-nagyon szép létszámmal szerepeltek az 5 tusázók. Az első 2 nap a 2 tusa versenyeken kb. 520 gyerek vett részt, plusz a szülők, tehát a kísérők, tehát az nagy létszám volt. A 3 tusában már egy kicsit szerényebb volt, most itt az idősebbek voltak lényegében, de itt is egy 100-200 közötti versenyző létszám volt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon elégedettek voltunk. És ami az eredményeket illeti, ugye általában szintén mindig volt okunk elégedettségre a fehérvári versenyek kapcsán. Most, ha már ezt az országos bajnokságot említetted, mi is beszámoltunk róla, hogy azért itt is szép fehérvári sikerek születtek. Igen, mindenképpen nagyon örültünk neki, hiszen hazai környezetben mindig jó versenyezni egy versenyzőnek, és főleg, hogyha ez egy országos bajnokság, vagy itt, mint amiről fogunk beszélni, egy junior világbajnokság, mindenképpen nagy élmény lesz, és hát reméljük, hogy nagyon sok szurkoló is jön ki. Hát igen, ez a junior világbajnokság, amiről említettem, hogy ugye gyakorlatilag azért már a felnőtt a nagy öttus előszobája, hiszen itt azért már komoly versenyrutinnal rendelkező fiatalok láthatók. Ezt megkapta Székesfehérvár, és hát nektek most, neked is immár, mint szakosztály igazgatónak nyilván az a feladatotok, hogy minél zökkerőmentesebb, és persze verseny szempontból is sikeres legyen a világbajnokság. Milyen előérzeteid vannak? Egyáltalán hol áll most a szervező munka? Hát eléggé a finishben vagyunk jelen pillanatban, hiszen jövő héten 8-án, illetve már 7-én a lovas bemutatóval, lóbemutatóval el fog kezdődni a junior VB, és 8-án a női váltóval indul meg a hivatalos verseny, úgyhogy most már így lényegében augusztus 1-én egy héttel a verseny megkezdése előtt most már tényleg a finishben vagyunk. Ugye csütörtökön sajtótájékoztató lesz, és hát most már várjuk a csapatok érkezését. Van jó pár nemzet, akik már itt vannak és edzőtáboroznak, akár itt Fehérváron, akár Budapesten.
Például a dél-koreaiak azok harmadikán éjjel valamikor fognak megérkezni, és hát a nagy dömping az egy olyan 150-180 fővel az hétfőn fog megérkezni. Mert hát ilyenkor mindig elhangzanak ugye a nagy adatok is, a számadatok, hogy hány versenyző, hány ország vesz részt ezen a világbajnokságon, mivel világbajnokságról van szó, tényleg elmondhatjuk, hogy mindenhonnan érkeznek Fehérvárra ma is. Hát igen, jelen pillanatban 30 ország van, akit regisztráltunk. Azért mondom, hogy jelen pillanatban, mert éppen egy szervezőbizottsági megbeszélésről jövök, és hát a szervezőbizottság elnöke, Kármán Sándor mesélte el, hogy hát most is vannak relitens bejelentkezők, tehát akik már réges-rég lezárult a nevezési határidő, de még van egy-egy ország, aki így feltenné a kezét, és így egy kósza e-mail-el még jelezni, hogy hát akkor, hogyha van rá kapacitás, akkor még fogadjuk őket. Tehát az elmúlt években ugye nem Európában volt a világbajnokság, ez a junior világbajnokság, és így nem is volt akkora létszám, tehát ilyen 110-120 fő között volt az indulók létszám a női férfi egybe. Ez most 150 és 160 között van, tehát mindenképpen egy nagyobb létszámú csapat fog jönni, és hát hozzá ugye a kísérő személyzet, edzők, masszőrök, orvosok, tehát azért lesznek bőven itt a királyi napok alatt, meg pláne azért elég lesz a zsúfoltság. Színes forgatag lesz, és ez is hozzá fog járulni nyilván. Mennyire nehéz a szervezők munkája itt a fehérvári szervezőkre gondolok most elsősorban, akik részt vesztek, hiszen gondolom a volán azon kívül, természetesen öttus a műhelyként sportszakmailag érintett a világbajnokságon, de hát mégiscsak hazai pályán egy kicsit a szervezésben is benne kell, hogy legyen. Hát igen, most már késő tavasz óta folyamatosan kapcsolatban áll a szervezőbizottság, akár az öttusa szövetséggel, akár az önkormányzattal, akár a városgondnoksággal, és hát minden honnan megkapjuk a megfelelő segítséget, amit nagyon szépen köszönünk, hiszen nélkülük nem tudnánk ezt a versenyt színvonalasan sem, és sehogy sem megrendezni, úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Na és akkor térjünk rá arra, hogy milyen esélyeink lesznek, mert azért ugye magyar szurkoló, főleg most itt egy vízes világbajnokságról épp, hogy magához térve, ha azt hallja, hogy Magyarországon valami sportesemény van, akkor szinte várja, hogy legyenek magyar sikerek is. Itt Fehérváron, ahogy már beszéltünk róla, ez hozzá is vagyunk szokva. Mennyire erős most a junior vonalon a magyar öttusa fiúknál, lányoknál? Hát ez egy jó kérdés, mert ugye egy Európa-bajnokságon már túl vagyunk, Barcelonában volt. Nem zárt túl sikeresen a junior csapatunk. Én nagyon remélem, hogy egy kicsit eredményre kiéhezve állnak majd neki ennek a 7-8 napnak. És hát leginkább székesfehérvári szempontból azt gondolom, hogy a váltóknak lesz nagy érdeklődése, hiszen a fehérvári versenyzők mindhárman a váltókban fognak indulni. De azt gondolom, hogy ugyanúgy a pesti versenyzőkért is ki kell jönni szurkolni, hiszen magyarok vagyunk. Én nagyon remélem, hogy szép eredmények lesznek minden, akár váltóban, akár egyéniben, csapatban. Kik azok a fehérvári öttusázók, akiket láthatunk majd? Varga Eszter, Farkas Martina a Volánfehérvár versenyzői, és Tróbl Anita pedig az Albertusa versenyzője. Ők tehát akkor a váltóban lesznek érdekeltek, igen, ami azért érdekes, mert ezzel kezdődik a világbajnokság. Mindig hozzá kell szokni, hogy a lebonyolítások azért vannak speciális vonásai. Igen, váltóval és váltóval kezdünk és fejezünk, hiszen a női férfi váltóval kezdünk kedden szerdán, és hát a vegyes váltóval, a mix váltóval fejezünk következő hét 14-én hétfőn. Mennyire jó ez az elhúzódó, mert régen ugye mindig azon szörnyűködött, aki még a régi öttusán nőtt fel, hogy hát tömörítik a programot, az ötnaposból lett háromnapos, aztán egynapos. Tehát, hogy most egy versenyt megnézzük, tovább tart, mint a régi ötnapos öttusa, maga az egész világbajnokság, bár egy szám az csak egynapos továbbra is. De hát itt is hétfőn gyakorlatilag már lesz program, és egy hét múlva hétfőn még mindig fognak versenyezni. Igen, hát ennek a váltóknak azért lett nagy szerepe, hiszen ugye 92-ben levették a csapatversenyt az ötkarikáról, tehát az olimpiáról, és az öttusa sporták szeretne azért még egy éremmel, érem lehetőséggel, éremszerzéssel visszakerülni a programba. Nagyon kevés nemzet tudja azt a három főt nemenként biztosítani, induló létszámot biztosítani, ami a régi váltóhoz volt elengedhetetlen,
de ezért is kapott újabb szerepet a normál hagyományos váltók mellett a mix váltó, ami az utolsó nap lesz, hogy avval talán esetlegesen valamiféle lobby segítségével vissza lehet kerülni egy plusz élemszerzésre, hiszen az már csak országonként és nemenként, országonként kettő, nemenként egy-egy főt az, ami azért benne szokott lenni az induló létszámban. És hát hogy látod ennek az esélyeit, bár ez most nem szűken tartozik a mai témánkhoz, tényleg az öttusáról gyakorlatilag hol eltemetik, tehát néha már azt gondoljuk, hogy semmilyen formában nem lesz az olimpián, mondjuk Huberten szelleme ott tartja szerencsére, máskor meg hát jönnek ezek a hírek, hogy akár még kibővülhet a program. Hát, hogyha egy tendenciát nézünk, akkor azért mindig azt kell figyelembe venni, hogy amikor erről szó volt és felebbentették, hogy az öttusát leveszik, vagy lekerül valamilyen formában a programból, akkor mindig olyan változás történt, hogy bővültünk. Tehát először ugye csak a férfiak voltak fönn, aztán utána, amikor először szóba került, akkor már a nők is felkerültek, amikor újra szóba került, akkor a 24-24 főből már 32-32 lett, aztán 36-36, én nagyon remélem, hogy a következő ilyen körnél már esetlegesen a váltó is be tud kerülni. Akkor erre is igaz, hogy akinek a halálhírét keltik, az sokáig él, mert hogy az öttusa folyamatosan ilyen helyzetben van. Reméljük. Jó, térjünk vissza a junior világbajnokságra, amely tehát jövő héten lesz itt Székesfehérváron, és amelynek az egyik, hát mondhatjuk, hogy most már helyi specialitása lesz, hogy elég szűk helyen gyakorlatilag most már a vívást is sikerül ugye beljebb hozni, tehát igen, szinte egy kilométeren belül minden. Hát nagyon szinte, sőt, hiszen hogyha két legtávolabbi pontja egymástól az úszoda, Csitári Gélmi úszoda, illetve az olimpiai park a Bregyó mellett, úgyhogy én azt gondolom, hogy talán 400 méter a kettő közötti távolság, tehát nem egy nagy távolság, könnyen lesétálható. Igen, és hát emellett a következő, amit az MKOS csarnok, ami otthont ad a vívásnak, úgyhogy, illetve a kombináltnak a Bregyó Közi Atlétikai Központ, és egymás mellett vannak a helyszínek, úgyhogy tényleg egy versenyzőbarát is, tehát bárki versenyzőként is, hogyha esetlegesen le akar nézni a csapattársának a versenyére, mert másnap ő is versenyezni fog, akkor le tud sétálni, nem kell buszra várni, nem kell senkihez alkalmazkodni. Miért hotelben lakni is tudnak? Igen, és ott a lényegében a legnagyobb része a versenyzőknek ott a hotelben lesz elszállásolva, illetve a másik kettő a Novotelben, illetve a Magyar Királyban. Hát nagyon nagy színes forgatag lesz, hogyha a lebonyolítás furcsaságairól, vagy mindig újszerűségeiről beszélünk, akkor ugye itt van ez a bizonyos, hát nem tudom, hogy mondjam, elővívás, vagy mi az, amit most ugye bevezettek, már az olimpián láttuk, tehát a nagy közönség is igazán hozzászokhatott. Ez most már a junioroknál is van, tehát így ez szerint lesz lebonyolítva? Hát most kettőféle kialakítás van programilag lényegében, amit így elkezdtek erőltetni a világkupákon, különböző helyeken, illetve most a felnőtt világbajnokságon is így lesz. A junioroknál most nem. Ami azt jelenti, hogy a juniorok most nálunk az lesz, hogy a selejtező, illetve a döntő napján is levívják a normál kört, és akkor utána lesz külön egy bónuszvívás, amit ugye egy-egy kiemelt páston vívnak csak a versenyzők. Evel szemben ugye a felnőtt világbajnokságon a pihenő napjukon vívják le a következő napi kört, alapkört. Igen, előre vívnak. Igen, előre vívnak, és utána már csak a verseny napján már csak ez a bónuszkör van, ami lényegében jó is, meg rossz is, mert ugye az a pihenő nap, ami lenne egy egész napán a rendelkezésre döntőbe jutott versenyzőknek nem lesz, hiszen vívás lesz, de lényegében a döntő napján viszont nem kell egy 2,5 órát a vívással tölteni, hanem csak avval a 1-2-3-4, kinek mennyi a szóval, amit ott a bónuszvíváson vív. Említetted, hogy az Európa-bajnokság nem sikerült annyira jól a magyar öttusázóknak. Milyenek itt az esélyek valójában? Tehát mennyire erős ez a generáció most a magyar öttusában, mert azért megszoktuk, hogy mindig van kiért szurkolni, akár a favoritok között. Azt gondolom, hogy egy hazai verseny, hazai szurkolókkal, hazai légkörrel, ismert légkörrel mindenképpen egy plusz motiváció. Itt lehetett látni ugye a vizes világbajnokságon, hogy mennyit dobott a versenyzőkön. Én nagyon remélem, hogy ez szintén
kihasználják a versenyzők, és szárnyakat kapnak ettől. Szerintem benne van bárki, még hogyha nem is bárkibe, de van egy-két olyan versenyzőnk, akik dobogóra simán odaérhetnek, és éremesélyesek. Hát egyéb esélyt meg szinte felesleges latolgatni, hiszen elvakkantja magát egy kutya, pont láttuk, ugye. Most már sajnos mondhatnánk azt is, hogy régi emlék, 3 évvel ezelőtt ott a Bregyóban történt, de azért azt fontos elmondani, hogy azon a lovas pályán, ahol annak idején ez történt 2014-ben Kovács Sacival, ugye egy kutyaugatása megriasztotta a lovát, tehát ugyanott lesz a Bregyó mögötti olimpiai parkban a lovaglás, ami az egyik leglátványosabb része azért az öttusának, úgyhogy aki majd hétközben ezt a programot választja, mindenképpen ezt keresse. Most, hogyha egy kicsit elvonatkoztatunk a világbajnokságtól, a Volán-Fehérvár öttusa szakosztály igazgatójaként, mennyire vagy jelenleg elégedett azzal, ahogy a sportág áll nálatok? És hát úgy is kérdezhetném ide rángatva akkor a kérdést, hogy lesz-e a jövőben olyan nemzetközi komoly válogatott versenyzőnk, akár Kovács Saci után már, Demeter Benciék után már, akiből most látod, hogy lehet később valaki? Hát mindenképpen azt gondolom, hogy lehet, és van benne lehetőség, hiszen akár a négy tusa, tehát ifi A korosztályba, akár ifi B 3 tusa korosztályba is eredményes volt a sportág. Például a 3 tusázóknál Kovács Eszter ifi BLB-n harmadik lett, illetve a csapatunk is aranyérmes lett, úgyhogy mindenképpen nagyon-nagyon örültem neki, és hát lényegében a szerencsének köszönhető, a szerencsétlenségnek köszönhető sajnos, hogy volt egy-egy olyan lövészet, ahol nem jelezte be a tábla a lövést, és így a váltóink nem igazán voltak annyira sikeresek, de bármikor én azt gondolom, hogy van egy olyan főkorosztály, hála égnek, akik utolérhetik, és a nyomdokaiba léphetnek. Sacinak is, illetve Bencének is. Azért is érdekes a kérdés, és akár akkor ezt országos szintre is emelhetjük, mert ugye amikor volt itt nemrégiben egy kisebb pengeváltás a sportágon belül, még az elnök választás idején, akkor az egyik neuralgikus pont, amit az egyik oldal hangoztatott, ugye, hogy az utánpótlásban megszűntek a jó eredmények, nem szállítja az öttusa ma már azokat az eredményeket, mint régen, amire a másik oldal azzal kontrázott, hogy ez nem így van azért, úgyhogy nyilván az a kérdés, hogy most jelen pillanatban mennyire biztató a helyzet. Én azt gondolom, hogy mindenképpen biztató. Mutatja az a létszám is, ami akik elindultak ezen a két tusa országos bajnokságon, illetve a 3 tusán is, úgyhogy én nem hiszem, hogy a sportágnak szégyelni valója lenne ezzel a 700 fővel, úgyhogy én büszke vagyok arra, hogy ennek a nagy versenynek, nagy horderői versenynek akár a Volán terület, akár Székesfehérvár otthont adhatott. Hát akkor a hátralévő kis rövid időre, ami még van a világbajnokságig, jó munkát, a versenyzőknek természetesen jó felkészülést, és akkor szurkolunk nagyon az újabb Székesfehérvár és magyar sikerekért. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a figyelmet, a kedves nézőknek pedig annyit át, hogy jövő kedden kezdődik a junior höttusa világbajnokság Székesfehérvárot, a Bregyó közi sportcentrumban, illetve közvetlen közelében érdemes lesz megnézni a fiatalokat. Viszontlátásra!